Sziasztok! Ma volt Lágba Omer, az Omer 33. napján, ami egy nagyon különleges nap. Eddig gyász napok voltak valamennyire, ma szünetelt a gyász. Két ok miatt, először mert szünetelt a járvány, amikor 24 ezer tanítvány a Rabbi Akivának meghaltak, azért mert nem tiszteltek egymást, nem volt elég szeretet, ma szünetelt a gyász. Illetve ma volt Rabbi Shimon ben Yochai, egy későbbi tanítványa a Rabbi Akivának, neki volt a halálozási évfordulója, és ő azt kérte, hogy legyen ez egy örömnap, emlékezzünk rá örömmel. Mi az ő különlegessége? Azon kívül, hogy nagy tudós volt, de ő a Zohar, a Kabbala zsidó misztikának az atya. Ezen a napon szünetel a gyász, és nagy az öröm, ezért tábortűz van, nagy tábortűzet készítettünk, és volt a Vasvári zsinagóga udvarában, illetve a gyerekek a Dohány utcából, a Beit Menachem iskolába végig vonultak fel az utcán táncol, zenével, mindennel, így is eljöttek ide a Vasváriban. Nagyon-nagyon szép volt, nagyon különleges hangulat volt, zsúfol volt, nem volt, alig volt hely mozdulni, és finom étel, szóval nagyon különleges volt. Az egyik dolog, amit elmondtam, hogy a következő történet. Beszéltem arról, hogy milyen különleges nap ez, és milyen lelki erőt lehet meríteni erről a napról. De van egy történet, hogy egyszer a Gur városában volt egy híres haszid mester, és pénteken kitört a tűz, a legtöbb ház, faházak voltak, úgy, hogy az egész város égett, kivéve az a pár kőház, oda vitték a rebbit. No, péntek este, leül az asztalhoz, csak összedobtak neki egy kis szombati szíde, étkezés, tesznek a levest az asztalra, és hideg a leves. Azt mondja a rebbe, íg az egész város, és itt hideg a leves. Vagyis azt akartam mondani, hiába nagy tűz van körülöttünk, ha itt, ezen a lábas, ennek a lábasnak nincs tűze alatta, akkor hideg fog maradni. Vagyis nagyon különleges nap van. Íg a tűz! Olyan spirituális nap, és lehet lelki erőt meríteni. De ha nem teszem tüzet az én kis lábasom alatt, akkor hideg fog maradni. Szóval ezen a napon megvan a lehetőség, de az embernek tenni kell, erőt meríteni, mert akkor ezzel az erővel lehet tovább menni, készülni a Sávótra, a Tóraadás ünnepére, és még tovább. Köszönöm szépen!